Talán gyere kicsi bocs. Gyere. Szakó Szabolcs, az év agrárembere, megélhetési lehetőséget lát a mezőgazdaságban. A 32 éves kiskunfélegyházi mezőgazdász családjával összefogva mintegy 300 hektáron gazdálkodik. Libát nevel, húsmarhákat gondoz, földjein megteremti a legeltetés feltételeit, valamint a takarmányt is megtermeli, tehát önellátásra törekszik. Szereti munkáját, a tanyasi, vidéki életet, és ezért a gazdálkodáson kívül a közösségért is hajlandó tenni. Ezért is érdemelte ki az év agrárembere kitüntető címet fiatal gazda kategóriában. Itt vagyunk a Bucik környékén, de még mielőtt a mindenféle munkáról beszélünk, egy kicsit arról egy pár szót, hogy hogyan és miért is döntöttél úgy, hogy te a mezőgazdaságot választod hivatásodul. Hát a motiváció több irányú, volt egyfajta családi indítatás is, egyfajta nosztalgia. Tudnélik, a család anyai ágán nagybirtokos családból származom. Tehát ez mindig egy nosztalgikus, romantikus gondolat volt a visszagondolni a 20. század elejére. A másik dolog pedig az, hogy nyilván ez kevés lenne ahhoz, hogy az ember ezzel foglalkozzon főállásba. A föld szeretete, a mezőgazdaság szeretete motivált abba, hogy ezzel foglalkozzak. Mutass be egy kicsit a birtokodat. Mi mindent termeltek, milyen jószágokat tartotok? Hozzávetőlegesen 300 hektáron gazdálkodunk. Ez fele részben saját tulajdonú, fele részben pedig bérelt földből áll. A bérelt földek pedig úgy oszlanak meg, hogy egyrészt magánszemélyektől bérelem, másrészt pedig állami földeket is használunk. A struktúra úgy működik, hogy ennek körülbelül fele, az összterületnek a fele gyep, a másik fele pedig szántó. A szántón is több irányú a termelés, tehát gabonákat, kukoricát, napraforgót, szálas takarmányokat is termelünk, elsősorban ugye lucernát. Úgyhogy a takarmány termesztés, illetve a növénytermesztésnek nyilvánvalóan az az elsődleges célja, hogy az állattenyésztés vonatkozásában önellátók legyünk takarmány tekintetébe, és gyakorlatilag így épül fel a földművelés része a dolognak. Az állattenyésztés pedig áll libatartásból és húsmarhatartásból, illetve kisebb részben mangalica tartással is foglalkozunk. Nemrégiben kaptál egy kitüntető címet. Ez téged a továbbiakban mire inspirál, és mondjuk mi lesz a jövő 5-10 év múlva? Hát ez a cím, ez nagyon megtisztelő volt, és hát nyilván arra kell, hogy inspiráljon, hogy még többet, és még jobb minőségben, és még többet termeljen, dolgozzon az ember. Úgyhogy mindenképpen, ha még lehet fokozni, akkor igyekszem fokozni a munkatempót. A tervek, nagyon sokrétű terveim vannak, nyilván infrastruktúra és technikai fejlesztések, amelyeknek nyilván előfeltétel az, hogy ilyen pályázati jogcímek várhatóak, és megjelennek, akkor ezekkel nyilván élni kívánok. Úgyhogy nagyon sokféle terv van, szeretném a területeket is növelni, az állatlétszámot is növelni, és hát nyilván, mint korábban mondtam, ez zárkóztatni a technológiai felkészültséget is a jövőben. Családi gazdaságként működtök, és említetted, hogy az ősök is ezzel foglalkoztak, ami ezért adott egy inspirációt. Még nincs családot tudomásom szerint, de majd lesz. Szeretnéd, ha ők is ezt folytatnák? Én azt gondolom, hogy noha nincs gyermekem, de a gyermekek pályaválasztásánál nyilván a belső motiváció egy nagyon fontos dolog. Tehát azt mondhatom, hogy erőltetni nem szabad semmit, de hogyha van erre hajlandóság, vagy van ehhez vonzalom, ez a szakmához, akkor mindenképpen örülnék, hogyha tovább vinnék a stafétabotot majd a jövőben a leszármazottaink. Akiket felterjesztettek a díjazásra, azoknak az életrajzában megfogalmazódtak bizonyos közösségi, közéleti tevékenységek is. Van ilyen a tiédben is, mégpedig, ha jól tudom, egy kereszttel kapcsolatos. Így van. A birtokaink közelében van egy több mint 100 éves kereszt, és ezt egy akkori a kereszt környezetében lakó közösség emelte.
amely nagyon szomorúan jól jelképezi a 20. század történését, sajnos mára megszűnt létezni ez a közösség, és gyakorlatilag a 5 tanyából álló közösségről beszélünk, vagy beszéltünk, és ebből már sajnos csak 1 tanya áll, és az is több évtized alkatlan. Tehát arra gondoltam, hogy ezt a keresztet felújítom, és egy olyan helyre szállítjuk át, nyilván az egyházzal egyeztetve, ahol újra a közösség szolgálatában lehet ez a kereszt.